A kormányoldal képviselői becsapták a választóikat, akik emberséges embereket szerettek volna a parlamentbe juttatni, áll egy ma megjelent jegyzetben, amely sorra veszi a családon belüli erőszakról szóló vita minden, a nőkre és a gyerekekre vonatkozó kellemetlen megjegyzését. A szerző Tamás Gáspár Miklós szerint lehet valaki egyszerre férfi és feminista, ahogy ő is az. Védheti annak ellenére a nők jogait, hogy nem tartozik közéjük. A hétfő éjszakára kitűzött a családon belüli erőszakról szóló parlamenti vitán Varga István fideszes vonatja a parlamentben azt állította, hogy a nőknek otthon a helyük, hogy gyerekeket szüljenek, így a családtagok majd jobban megbecsülik egymást, és elkerülhető lesz a családon belüli erőszak. Ha valaki az ellenkezőjét gondolná, akkor most azonnal felvilágosítom, hogy ha valamit támogatok, és valamit a legnagyobb dolognak tartok a világon, az pont a gyermekszülés. Nem ezzel van baj. És az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy egy másodpercig nem gondolom, hogy a fideszes képviselők, vagy maga Varga képviselő, vagy a megszólaló KDNP-s képviselők bármilyen fokon támogatnák mondjuk a családon belüli erőszakot. És nem is erről beszélünk már a családon belüli erőszakról, hanem arról a felfogásról, hogy mit gondolnak kormánypárti képviselők, mi oldhatná meg ezt a problémát. Ha a nők otthon szülnek négyet, ötöt, hatot, nem tudom mennyit, akkor gyakorlatilag megoldódna ez a probléma. Tehát a meg nem született gyermekek az okai annak, hogy mondjuk a szülők verik a gyerekeket, meg a feleségeket. Tamás Gáspár Miklós a vendégem. Jó estét kívánok. Kezét csokolom. Ugye? Tehát aki még nem született meg, azért van a verekedés. Így van. Azok, hogy a gyerek szülés elejét is veszi a gyerek, egyáltalán a verekedésnek. Igen. Na most, hát ugye ez az ember azt mondja, szegény, hogy amennyiben létrejönnek a családok, akkor nem lesz családon belüli erőszak. Most ha belegondolunk, ez furcsa, hiszen a családon belüli erőszak a családon belül van. Hát akkor nem lenne családon belüli erőszak, hogyha nem jönnének létre a családok. Igen, úgyhogy itt súlyos logikai problémák merültek föl. Én tanultam logikát, bár nagyon utáltam, de... Én nem, ezt szerettem. Van is különbség kettőn között. Igen, úgyhogy mindez természetesen nem azt mondom, hogy a képviselő úr nem tudná áttekinteni ezt a logikai problémát megfelelő lelkiállapotban és megfelelő helyzetben, természetesen nyilván tudja is tekinteni, hanem próbált elfogadható módon úgy érvelni, hogy jelentéktelen színben tüntesse föl egyrészt magát a családon belüli erőszakot, azaz a nők és gyermekek bántalmazását, mert ez javarészt ezt jelenti. Továbbá megpróbálta diszkreditálni az ellenfeleket, akik szeretnék, hogy elejét vegyék ennek, megszüntessék a családon belüli erőszakot, gyerekpofozást, feleségverést és a többit, azáltal, hogy úgy tünteti föl őket, hogy az illetők családellenesek. Na most ugye ez nem helytálló. Ami talán a legérzékenyebb része, hogyha ugyanígy igen, megpróbáljuk a szavak értelmét kibontani ennek az egésznek, hogy azok a típusú szavak ottan, hogy az önmegvalósítás, meg emancipáció, tehát hogy... Ezek különböző szamárságok. Az emberek nem azért dolgoznak, hogy megvalósítsák magukat, hanem azért, hogy ne halljanak éhen. De még az önmegvalósítás is benne lehet. Ez egy teljesen téves fogat, nyugodtan lehet felejteni. Na jó, de itt ez szabályosan bűnként volt felállítva, tehát a nő nem a gyerek, mindenki szülje meg a maga 4-5 gyerekét. Én nem akarok rossz fogalmat megvédeni. De nem is erről van szó, tehát nyilván ő azt akarja mondani ezzel, hogy a nőket gyámság alá kell helyezni, egy bizonyos életmódot előírni nekik, és akkor nem lesz baj. Ezt akarja mondani. Ez maga a családon belüli erőszak. Ez általános társadalmi erőszak. Tehát, hogyha előírjuk még fiatal nőknek, akik még nem döntöttek el, hogy milyen életformát kívánnak választani, eldöntjük, mint törvényhozók, kedvezményekkel és büntetésekkel, eldöntjük, hogy hogyan kell élnie, egy monogám házasságban sok gyerekkel, lehetőleg csak későn belépve a munkába, és így tovább, akkor előírjuk az életformákat a lakosság nagyobbik részének, több nő van, mint férfi, a lakosság nagyobbik részének, a többségnek előírjuk, hogy hogyan éljen, márpedig ez alkotmányosan tilos. Tilos, nem írhatunk elő életformákat senkinek. Na de olyan nagyon egyébként, nem is tudom, hogy miért lepődünk meg. Hát nem volt rég, emlékszünk mi a szingli hordákra.
Azok csak beszédek, itt viszont törvényhozás van. Azok csak ostobaságok voltak. Aztán, amikor az alaptörvény előkészítésére komoly emberek voltak felkérve, akkor is elhangzott az Boros Péter részéről, hogy ugye itt valahogy különbséget kellene tenni az alaptörvényben a gyermeket vállaló nők és a gyermeket nem vállaló nők között. Micsoda? Igen. Na most nézze, én is azt gondolom, hogy az, hogy az emberek gyerekei vannak, az egy nagyszerű dolog, és ezt lehet propagálni, ezt lehet segíteni, lehet dicsérni. Szép dolog, magam is dicsérem. Na, van is négy. Van is négy gyerekem, igen. De úgyhogy tanúsíthatom, ez egy nagyon klassz dolog. Bocsánat, amikor mondjuk kettő volt, akkor verekedett? Kivel? Hát a feleségével. Az még nem volt. Nem, az még nem volt. Nem, még a gyerekekkel sem. Ja. Az se jó, volt csak még. Hogy akkor most egy négy gyerekes apukától hagyd tudjam meg, hogy... Igen, nem jutott eszembe, hogy is jön ez ide. Hogy a kettőnél verekedett, háromnál már, annyira négynél aztán... Mind iskolás fiú verekedtem a többi srácokkal a szünetben utoljára, azóta nem verekedtem. Engem egyszer megvertek hatósági közegek, de az nem volt kölcsönös, én nem vertem őket. Szemben az, amit Errol Gross Károly mondott a Time magazinnak, utána a Newsweeknek inkább, bocsánat. Na most verik a rendőreinket, ugye? Na most, tehát félretréfával. Tehát ugye mi a rémes ebben a dologban? Az egyik az, hogy azáltal, hogy ezt a népi kezdeményezést elutasította az országgyűlési többség, ez a lényeg, ezáltal jelzést adott a társadalomnak, amelyet úgy lehet lefordítani egyszerű magyar nyelvre, hogy nem ítéljük meg olyan szigorúan azt a néhány pofont, amely leesik négy fal között. Ez ezt jelenti. Én tudom, hogy nagyon nehéz bizonyítani ilyen dolgokat, meg van mindenféle büntetőjogi problémák ezzel kapcsolatban, de hogyha így mereven elutasítják ezt a dolgot, akkor ezzel ilyen jelzést adták, különösen ilyen kommentárok kíséretében, amelyeket szeretnénk megjegyezni, a Fidesz különféle vezető figurái elutasítottak, legalábbis ezeket a szövegeket. Nagyon helyes, örvendetes, így kell ezt csinálni. Ugyanakkor azonban talán is fönnáll az a helyzet, hogy ezt a népi kezdeményezést, ezt ugye ennek a megtárgyalását ugye a kora hajnali órákra, vagy a késő éjszakai órákra időzítették, továbbá olyan képviselők szólaltak föl ezzel kapcsolatban, akiknek a kompetenciája ezekben a kérdésekben, vagy talán minden kérdésben megkérdőjelezhető. Hát volt ott egy olyan... képviselőnek is nagyon sok gyermeke van, tehát hogy ő már csak tudja, hogy mit jelent. Ez egy rendes ember, egy jó apa. Én most nem, én róla, mint törvényhozóról beszélek. Mm-hmm. Én az ő személyéről sem nem ismerem őt, találkoztam vele életemben, egyszerre voltunk képviselő 1500 évvel, de semmi rosszat nem akarok róla mondani, nem erről van szó, itt nem magánemberekként beszélgetünk egymással, nem az ő jelleméről van szó, amelyet én nem ismerek. Van még egy ilyen figura, törvényhozó, a parlamentben kijelentette azt a patinás szamárságot, hogy a feministák azok férfi gyűlölők, ugyebár, és hogy a női jogokért való harc, mondja a honatya, az ahhoz vezet, hogy a férfiak iránti gyűlölet, lenézés kerekedik fölül, és így tovább. Na most ugye ezt nem szabad szó nélkül hagyni. Tekintettel arra, hogy a feminizmus, ami semmi más, mint a női egyenjogúságért és a női sajátszerűségért való küzdelem, a politikai küzdelem, és amelyet nagyon sokan rágalmaztak itt az elmúlt 20 évben, ilyen szempontból a helyzet sokkal rosszabb, mint az első világháború előtt, amikor Magyarországon egy hatalmas feminista mozgalom volt, amelynek nagyon nagy volt a tekintélye. Szóval ezt nem szabad ennyiben hagyni, mert a feminizmus az éppen úgy hozzátartozik a jelenkornak a szabadságtörekvéseihez, mint az emberi jogi mozgalmak, mint a szakszervezeti mozgalmak, mint a környezetvédő mozgalmak, az összes többi. Tehát ezt nem szabad hagyni, hogy ezt megbélyegezzék arról az emelvényről, amely ennek az országnak a legmagasabb emelvénye. Tudja, mi a legnagyobb bajom ezzel az egész történettel? Hogy a családon belüli erőszakra, mint jelenségre, borzalmasan súlyos jelenségre. Tehát ezért statisztikai adatok vannak. És milyen sokat nem tudunk, mert ebbe ugye a legszebb... Minden héten mondanak, megölnek egy asszonyt. Így igaz. És minden hónapban egy kisgyereket. Tehát, hogy, és a nagy többségét ugye a bántalmazásoknak nem is tudjuk, mert látás.
Tehát van egy nagyon-nagyon súlyos probléma, erre feláll egy képviselő, és erre a családon belüli erőszak és halál kérdésére, tehát számomra ez a fajta okfejtés, ez körülbelül azt jelenti, mint a felállt volna, és azt mondta volna, hogy és kérem, a leesett almát tessék összeszedni, mert abból finom lekvárt lehet főzni. Télen megöltözzünk rétegesen. Tehát körülbelül ekkora marhaság a kettőt összevetni, hogy miért van családon belüli erőszak, azért meg kevesebb gyerek van. Tehát, hogy ez, a kettő nem összehozható. Igen, valóban ezek súlyos logikai és valószínűleg morális hibák is. De most félretéve ezeket a groteszk jelenségeket, amelyeket itt a kormány többség a parlamentben produkált, és részben úgy látszik megbánt. Köszönjük. Helyes. A probléma fönnmarad, és ez egy szörnyű stigmája a jelenkornak. Tehát úgy élünk, tehát együtt nők és férfiak, hogy ebből folyton gyilkosság származik. Úgy élünk együtt felnőttek és gyerekek, hogy gyerekeket megkínoznak, eladnak, megölnek. Ez egy demokratikus, humanista társadalom. Hogyha valaki ezzel nem kíván lépéseket tenni, és hogyha valaki az aggódóknak és a panaszkodóknak a rágalmazásával kívánja megoldani ezt a problémát, az önmagában is nagyon-nagyon súlyos kérdés, és ez ellen mindenkinek szerintem föl kell lépnie. Ez nem tréfa. Hát most a magunk eszközével megtettük. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm is.